Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és a mai videóban egy nagyon érdekes játékkal fogunk játszani, amivel még soha nem játszottam így videóban. És mégis, hát eléggé szeretem ezt a játékot. Ez a Hypixel szerveren a Megawalls nevű játék, amivel nem játszanak túl sokan, ahhoz képest, hogy milyen nagyon-nagyon-nagyon király. Igazából az a lényege, hogy van négy csapat. Mind a négy csapatnak van egy vidőrje. De először is, hát itt az első 10 percben el vagyunk választva egymástól egy-egy nagy fallal. És amikor ezek a falak lehullanak, azaz ott mutatja oldalt, 9 perc, 14 másodperc múlva, akkor hát minden játékos rámehet minden játékosra. És minden játékosnak van ilyen külön kasztja, igen, az a szó, az kasztja. És ezt lehet fejleszteni igazából a játékon kívül, hát nekem maxos, mert ilyen youtuber rangom van, vagy micsodám, de amúgy nem lenne az. Szóval ez nem lenne mindenkinek maxos, ez nagyon gyengéről kezdődne. Enélkül. És az a lényeg, hogy minden csapatnak van egy vidőrje, amit meg kell védeni. Mert hogyha meghal a vidőröd, már annyit ütötték, hogy meghal, akkor nem spamnolsz újra, hogyha meghalsz. Szóval igen, és még valami, hogy ilyen különböző skilljei is vannak az embernek. Minden klassznak van külön skillje, amit szinte lehet fejleszteni. Szóval nagyon bonyolult egy kicsit a játék, de hát nem igazából gyorsan bele lehet jönni, csak így gondolom először látok róla a videót, mert nagy eséllyel először látok róla a videót, így lehet, hogy nem értitek. Na mindegy, ameddig még nem telik le ez a 8 perc, addig itt bányázgatok, meg sütögetek, meg ilyenek. Na itt is vagyok, már csak 30 másodperc van addig, hogy lehújjanak a falak, és itt van az Ender Chest-em. Ilyen sok mindent összeszedtem, itt vannak a páncélok a tartalékban, mert hogyha meghalunk, akkor nyilván elvesztjük a mostanit. Illetve itt van még a többi cucc, amiket a kibányászott ládákból kaptam. És igen, nem mondtam még, hogy én amúgy a Hunter nevű klasszal vagyok, ami eléggé, hát egyszerű klassz, viszont alapból nincs meg, ezt is meg kell venni, viszont nekem mindegyik megvan, mondom a youtuber rang miatt, azt hiszem. Szóval igen, láthatjátok, hogy ennek a klassznak így automatikusan töltődik a skillje, ami azt jelenti, hogy nem kell ütni ahhoz, hogy töltődjön. És már itt is jönnek a többi játékosok, mi kékek vagyunk, ami azt jelenti, hogy minden másik színű játékos ellenünk van. És amúgy ez egy távolsági klassz, és nem lenne a legjobb, hogyha közel jönnének hozzánk, mert jó, hát elég erős védelme van, az be kell, hogy valljam, amit itt páncélilag. Viszont hát azért nem bír sokat. És láthatjátok, most támadják a viderünket, ami nagyon-nagyon nem jó. Emiatt szerintem az lesz a legjobb döntés, hogy egy picit még itt maradunk, aztán pedig mi is megyünk egyet megtámadni. Még mindig nincs skillem, szóval nem tudom elhasználni arra a játékosra ott. Akit amúgy le is szedtünk már mindjárt lassan. Jó, ezt megöltük. Ó, jön rám egy ellenfél. Erre inkább a nyilvesszőimet használom, mert most pont véletlenül elnyomtam a skillem. Jó, látjátok, minden nyilvesszőm eltalálja. Ez igazából a skill, amit még nem láthatatok. És itt is jön már is egy ellenfél, és látod, erről beszéltem, hogy... hogy ez itt így nem a legjobb. Na mindegy. Beeszünk egy aranyalmát. És nem, mert utánunk jöttek. Hát ez ennyi volt, gyerekek. Ez a baj, hogy ez közelharc, nem a legjobb ez a klassz. Viszont azért még leviszek neki jó sok életet, amennyit csak tudok. Tehát 16 életem maradt. Na mindegy. Na szóval én azt mondtam, hogy akkor indítsunk egy videórást. Hát indítsunk. Ja, azt nem is innen kell. Van egy feljáró, ami levisz szépen minket alulra. Igen, itt a viderünk. Ezt kéne, hogy megvédjük. Hát idáig nem sikerült túlzottan megvédeni. Igen, szóval van itt egy feljáró. Ez mindegyik ember vidőréhez felvezet, így alulról. Viszont nem a legbiztonságosabb. Amúgy azt nézem, hogy aránylag, hát kevesen vagyunk. Talán a legkevesebben, ami nem jó. De hogyha jól játszunk, akkor természetesen ez nem jelent egy semmilyen problémát sem. Mindjárt beérünk középre, ahol a többi elosztóhoz jutunk. És ott az lesz a jó, hogy akkor be tudunk menni mindenkinek a vidőrihez. Csak hát lehet, hogy valamelyiket védik, a milyenket nem védtük, és ez volt a probléma. Na mindegy, most a piros az első, és ők, hát nekik elég sok játékosuk is van, szóval menjünk hozzájuk. Itt jelzi a fal, hogy milyen színű az ellenfél. Amúgy betöltődött a skill is. Amit itt a barlangban amúgy nagyon jól lehetne használni, mert minden nyilvesszőmmel találna, amit kilövök előre. Úgyhogy ez egy nagyon jó lenne. De nem, azért ez most így nem fog összejönni, mivel nincs senki itt. Na de... igen, láthatjátok, hogy van még egy olyan skill, amit láthatjátok a chatem, hogy minden 30 másodpercben kapok egy random buffot valamennyi ideig. És ez egy nagyon jó kis dolog, mivel...
hát nincsenek pósonjai a Hunternek, és emiatt ez elég jól jöhet. Most megvárok még egy buffot, amíg jön. Ó, azt írja, hogy a Red Wither is charging his lightning skill, ami nem a legjobb. Na, speed 1-et kapok 11 másodpercre mindjárt. Oké, és szerintem még nem szúrt el, kiszúrtak, nem jó, nem jó. Gyerünk! De! Ez így nem jó, hogy kiszúrtak, mert így le fognak mindig lőni onnan. Ó, baj van! Nagyon baj van, mint én azt gondoltam! Jaj! Jó! Akkor a Red Widownek azért van ennyi élete, értem! Nálunk ilyen védelem miért nincsen? Ez nem tesz engem túlzottan boldogán. Na mindegy, az a ember elől szerintem el tudok menekülni, hogyha jól csinálom. Mondjuk nem, mert itt mellettem nagyon halad. De elrontotta, szóval most megint lemaradt. Ez így nagyon nem jó, hé. Egy ilyen erős híróbány, az nem tudom, miért véd egy vidört. Ezt nem fogom nagyon sohasem megérteni. Na mindegy, egyben viszont biztos vagyok, hogy ezt le kéne ráznom ezt az embert, mert máskülönben nagyon csúnya vége lesz. De milyen kitartóan üldöz? Miért üldöz ilyen kitartóan? Na mindegy, ide elcsalogatom a bázishoz, ahol lesznek még találjátékosok. Úristen! És most? Miért nem találom el? Miért nem? Miért? Úristen, nem értettem ezt a játékost, nem mindegy, most újra felfegyverkezünk, és akkor megyünk megint valahova valamit csinálni, mert egyelőre nagyon rosszul állunk, mert kevesen vagyunk a csapatban, és ez nem tudom miért van. Itt vagyok egy lövészállásban, ami nem jó, mert mások is lövészállásban vannak felém. És ők sokkal jobban céloznak, mint én. Jó, mondjuk, nem hiszem, elég gyenge volt az íja, szóval túl sokat nem hiszem, hogy le tudott volna belőlem vinni. Jó, ez már csak 31 HP-n van, jó, azért ez rengeteg, de értitek. Én igyekszek innen most a lehető legtöbb sebzést kiosztani. Feltéve, hogyha nem teleportálnak rám. Igen, ez azért ez fennáll ez a veszély. Jó van, gyerünk! Egyelőre eddig jól levittük az életét. Gyerünk! Az előbb kaptam egy erő 1-et, és azzal nagyon sokat le tudtam volna neki vinni. Hát ennek már annyi. Ezt már nem fogjuk tudni legyőzni. Viszont közben meg hátba támadtak, ami azért nem jó, mert... Egy maxoly zombi támadott hátba, ami nagyon-nagyon-nagyon nem jó, mert nagyon erős. És nincs nálam blokk, és nem tudok visszamenni a bázisra. Ne! Nem jó az a védelem, amit ide építettünk, mert én nem tudok visszamenni oda. Jó, megpróbálok minél többet sebezni ezekbe. Nagyon nem jó egyelőre. Gyerünk! És meghaltam full damage-be. Na mindegy, ezt a játékot biztos, hogy elveszítjük. És ez azért van, mert kevesen voltunk a csapatban. És ez igazából igen, ebből a szempontból ez szerencsejátéknak számít, hogy milyen csapattal dob össze, de nagyon sokat számít az is, hogy te magad hogy játszol. Szóval én akkor úgy gondolom, hogy megyek a Wither mellé, és 14 H, nem, megölték most a Wither-t. Hát akkor ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó, mert most már nem számolunk újra, most hogyha megölnek, nekem annyi. És van egy technika, amit ilyenkor szoktak alkalmazni, ez pedig az, hogy itt bejövünk szépen ebbe a liftbe. Aha! Szóval, hogy ezt kivették a játékból. Olyan rég játszottam ezzel a játékkal, hogy már nem lehet felvenni a liftbe. Úristen! Hát! Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Ne! Miért? Mentem volna fel a menekülési útvonalon, és megváltoztatták a mappot. Na szóval mutatom, hogy mi lett volna a terv. Most, hogy már kiestünk a játékból. Ide feljövünk a tetejére, mert... Ebbe a liftbe amúgy be lehetett eddig jönni. És nem tudom most már miért nem lehet. És akkor bementél ebbe a jó kis liftbe. Feljöttél, ott valahol ott kilukadtál tetején, ott kiástál. És akkor itt volt az egész csapat körülbelül tetőn, megvártuk még a többi leader is meghal. Hát nem. Ennek a technikának annyi, úgy néz ki, hogy most már ezt a technikát kell itt alkalmazni, amit itt ők csináltak. Hát hogy is mondjam, most itt erősen üldözik, de milyen jól néz ki, hogy üldözik őket. Na mindegy, ez a videó az nem lett a legizgalmasabb, mivel egyszerűen nem volt olyan csapat, szóval nem volt túl sok esélyünk. De minden esetre azért köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha szeretnétek még hasonlókat látni, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra. Én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is, sziasztok!